Ágó Gábor független képviselő, a sportfinanszírozás jövője címmel. Képviselő úr, öné a szó. Tisztelt elnök úr, tisztelt képviselőtársak, az alábbiakban az első megszólalás lesz abban a projektben, amit az LMP indított, hogy az állampolgárok szavait közvetlenül hozzuk be a parlamentbe. Így a Szólalj Fel blogon keresztül Miló András kungfumester küldi gondolatait képviselőtársainknak és a nyilvánosságnak. Helyzet van, és ráadásul fokozódik. Addig figyeljünk oda, amíg nem késő. Helyzet van. Amit felnőtt társadalmunk tesz a fiatalokkal, gyermekekkel szemben, az az ifjúság elleni büntet. És meg is lesz a büntetés, amikor majd nekik kell eltartani minket. A mai fiatalok túlnyomó többsége fizikailag gyenge és egészségtelen él, és sok egészségtelen is gondolkozik. Erről viszont mi tehetünk, mert mi neveljük így őket. De nézzük, mi vezetett idáig. Az átgosban elvették tőlük Istent, a vallást, a 10 parancsolatot. Ez még akkor is mindenképp jóra nevelt, ha nem vagyunk vallásosak. De annyi eszük volt, hogy adták helyette Abramiszi úttörőt, Timurt és csapatát, a kisdobosok úttörőpontjait, és ez még akkor is jóra nevelt, ha nem vagyunk kommunisták. Nem utolsó sorban adtak sportbálványokat, akikre érdemes volt hasonlítani. Mi több, megadták nekik a lehetőséget mindenkinek az ingyen sportolásra, versenyzésre. Ez kitörési lehetőség volt, még a legszegényebb családok gyermekeinek is. Az iskola után sportoltunk, csavarogtunk, játszottunk, boldogok voltunk. Mi van ma? A 2 éves gyermeket reggel a bilin már zaklatják, hogy siessen, mert lekésik a buszt, és anyát kirúgják, ha elkésik. Aztán bevágják az oviba, suliba, ahol fegyelmezik őket, természetesen ez régen is így volt, mikor hazamennek, kus van, mert apa fáradt, anya fáradt. Aztán csodálkozunk, ha a gyermek hiperaktív. Mondjuk, ha én hiperaktív voltam, az apám pofán vágott, én még egy hétig tudtam a jó nevelést, de ma teletömik a gyermeket gyógyszerrel, és ez nagyságrendekkel általmasabb, mint Makarenko pofonja. Ez gyermek felnőtt korában is nyugtatón és antidepresszánson fog élni, ahelyett, hogy aktív pihenéssel próbálkozna. Ül a puja a tévé előtt, és nézi a való világot, példaképpen kapja a kibukott pornószínésznőket, a bagózó vedelő, ilyen-olyan szexuálisan eltévedetteket, fekete pákot és társaikat, sorolhatnám a listát. Mindent megtanult, ami helytelen, mert ma ez a trendi. Nincsenek igazi ifjúsági szervezetek, ahol jóra nevelnék őket. Marad a sport, amiről tudjuk, hogy az amerikai egyetemi tanulmányból, hogy minden ráköltött forintot duplán hoz vissza az egészség területén, és még nevel is. Az viszont sok család számára megfizethetetlen. A sportszerek drágák. Ma már minden egyesület kemény tagdíjat szed, mert nem tud megélni. A szülők kocsival szállítják a versenyekre a gyerekeket, mert másképp nem megy. Már a sportolvosi vizsgálat is pénzbe kerül, megjegyzem, a kábítószeres diszkópatkányok gyógyítása ingyenes, és többe is van. Így marad a csavargás, ami ezzel jár hosszú távon. Jön a statisztika, hogy ennyit költünk sportra, de ebben benne van a futballmeccsek biztosítása is, amiből egy átlag kis egyesület egy életen át sportolhatna ingyen. Benne van az is, hogy egyesek méltatlanul kiemelt fizetéseket kapnak sportpénzből, míg mások ingyen tartanak edzéseket. Vannak olyan sportágak, ahol többen élnek jól a slebből, mint a versenyzők. A nagyokat, a profikat már tartsa el a szponzor, ha megérdemlik. Az odáig tartó utat kéne egyengetni. Jó volna, ha a döntéshozók ezekre a dolgokra is reagálnának, amikor a sporttámogatásokról döntenek. Mert ez igazából nem támogatás, hanem befektetés a jövőbe. Tegyék lehetővé, hogy olcsóbb legyen a gyermekek sportolása, hogy legyenek igazi példaképek, akikre utódaink felnézhetnek. Akkor egészséges nemzedék nő fel, és lesz, aki eltartson bennünket vénségünkre. Még egy utógondolat. Ha felnőtt a felsőoktatásban cél, hogy legyen önfinanszírozó, talán a profi foci is lehetne az. Ezt üzente nekünk Miló András kungfumester edző. Köszönöm a figyelmet!